Dr. Farkas Béla, Karcagi Kátai Gábor Kórház szülészeti nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa pályafutása indulásáról beszélt televíziónknak. Nem karcagi születésű, ez viszont nagyon közel születtem Karcaghoz. Alig 30 kilométerrel arrébb egy csodálatos kis faluban Nagy Ivánon. A Hortobágynak az egyetlen községe, ami teljes egészében a Nemzeti Park területéhez tartozik. Fontos ez megemlíteni, hogy most 50 éves jubileumát ünnepli ez a Nemzeti Park, és 50 éve végeztem a Nagy Ivánon az általános iskolát is. Akkoriban életünket, mint biológiai szakkörös, a Nemzeti Park és annak a felkészülése töltötte ki csodálatos madárvilágával. Szeretette meg velem úgymond a biológiát, és ezt követően Tiszafüredre kerültem, a Tiszafüredi Kossuth Lajos gimnáziumba érettségiztem, majd szintén a legközelebbi orvosegyetem, a Debreceni Orvosegyetemen kaptam orvosi diplomát, és ott szakvizsgáztam, illetve még azt követően az orvosmenedzseri képesítésemet is ott szereztem. És mondjuk miért nem sebészként beszélgetünk, miért nem szemorvosként, tehát miért pont szülésznőgyógyász lett? Gyakorlatilag már általános iskolás koromban bújtam a könyveket, és érdekelt, hogy születnek meg a kisbabák, hogy férnek ki, főleg a mechanikájuk, hogy lehet egy olyan méretű újszülött, hogyan tud áthaladni a szülőcsatornán. Méregettem, számolgattam, és aztán ez a szerelem megmaradt. Sokszor szoktam mondani, hogy a mai napig sem tudjuk még, hogy majd a fiziológiás folyamat során ez el szokott dőlni. És akkor rögtön ide került a Kátai Gábor Kórházba? 1983. szeptember 1-én kerültem ide. A 6. évet már itt végeztem, és azt követően folyamatosan az osztályon dolgozom. A kórházban való tevékenységemet több szakaszra is lehet osztani. Mindig az első a szülészetnőgyógyászati osztály volt. Annak a minden ágát gyakorlatilag nagyon szeretem. Akár a szülőszobai tevékenységet, akár a műtői tevékenységet, de a járóbeteg szakellátást, a várandós gondozást, és hát nem utolsó sorban a magzati diagnosztikát, a méhen belüli magzat állapot diagnosztikát, illetve fejlődési rendelség szűrése, ami a egyetem éveim alatt is a kedvenc területen volt, és diákkörösként ezzel foglalkoztam. Azért elmondhatjuk, az elmúlt évtizedek alatt rengeteget korszerűsödött a kórháznak ezen a része is, tehát a kezdetektől most már azért az ultrahang is világszínvonalú, de mi volt az, ami a pályán tartotta? Ez az érdeklődés, amit mondott gyerekkorában megmaradt, de mi volt az, ami itt tartotta a pályán? Hát igen, nem egy egyszerű a válasz, de talán az érzés, hogy a születés érzése, hogy egy új élet születésénél történő közreműködés, annak a létrejöttés, a világra jövetele, az egy különleges érzés. És ugyan ehhez hasonló különleges érzés a műtőben való részvétel, ahol egy itt egy igazi műtőnek, csapatmunkára van szüksége, hogy igen, az az egy igazi csapatmunka, és ott igazán mindenféle külső körülményektől mentesek tudunk lenni. Ott megszűnik minden más, ott ruha nélkül a műtőasztalon a műtői tím átveszi az irányítást, a úgymond az életfunkciók fölött, és egy annak a helyreállításával pedig kimegyünk a műtőbe. Én akkor azt kívánom, hogy egyrészt ez a két díj ez még sokáig emlékeztesse önt arra, hogy több évtizede itt van a kórházban, és most ezt a magas szintű munkát ismerték el. Unokáival minél több időt töltsön együtt,
és én nagyon jó egészséget kívánok önnek, és még egyszer gratulálok ezekhez az elismerésekhez. Köszönöm szépen!